Borászokkal és borkedvelőkkel telt meg újra az Avas egy része. A Kvaterkán ezúttal a mélyvölgyi pincesorok voltak a főszereplők, de egy új helyszín is bekapcsolódott a mini borangolásba. A régóta feledésbe merült amfiteátrumban koncertekkel várták a közönséget. Találkozz, társalogj, kóstolj, táncolj. Erre buzdított mindenkit a szombati Avasi Kvaterka. Ezúttal a mélyvölgyi pincesoron nyitottak ki a borászatok. Fehér, rozé, vörös, száraz és édes, a választék bőséges volt, és a borkedvelőkből sem volt hiány. Egyelőre még csak két helyen próbálkoztunk a borokkal, de nagyon ízlenek. De megyünk tovább. Koccantak a poharak, sorra nyíltak az üvegek. Aztán van egy MAD birtokborunk, és mind a kettő édes. A mini borangolást a vendégek után talán a borászok várták a legjobban. A kocintása, maga a hang, az élmény hiányzott nagyon, és én azt gondolom egyébként, hogy abszolút itt volt az ideje, hogy nyissunk, és legyen most már kóstolási, barátkozási, akár ölelkezési lehetőség. Jó zene, incsiklandó ételek és szép idő. Egy tökéletes nyári estéhez nem is kell több. Az Avasi Kvaterka ezúttal egy új helyszínnel bővült. Az elmúlt héten civil szervezetek takarították ki az Avasi Amfiteátrumot, ami hosszú évek után most újra megtelt élettel. Én miskolci vagyok, de még soha nem jártam itt. Nekem ez az első, és teljesen úgy is meg is vagyok döbbenve, hogy ilyen helyünk van Miskolcon, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt jelenbe hozták. És akkor zene nélkül mit érünk mi? Az első koncertet az Ildi Rider adta, az amfiteátrum lelátója megtelt, a szervezők pedig pontosan ezt szerették volna elérni. Néhány éve próbálkoztak feléleszteni ezt a helyszínt, és hát az a nagyon-nagyon érdekessége, hogy itt látjátok, hogy mennyien vannak, mennyien jöttek össze, és hát újra fel lehet fedezni a Avast. A projektvezető hozzátette, augusztusban sem maradnak Kvaterka nélkül a miskolciak, legközelebb augusztus 1-én a Kisavason rendezik meg a programot.